Bertók Dezső tanító, rajztanár, művész, az előző évszázad nagybetűs tanára. Legalábbis többen is így emlékeznek rá vissza. De ki is volt ő valójában? Egy volt rajztanár, illetve tanító, aki Bátaszéken évtizedeket töltött és nevelte, tanítgatta a kisiskolásokat, és a kultúrházba pedig a nagyobbacskákat rajzszakkör formájában. Ővele én ott találkoztam, és tőle tanultam sok mindent, a festészetnek néhány csínyát, vinnyát. Azt később belőlem is rajztanár lett. Az életemnek egyik fordulópontja, Dezső bácsi, Bertók Dezsőről van szó, akivel az utcán találkoztam, már akkor felnőtt voltam, és a testnevelési főiskolára készültem, nem vettek föl, többször is nekifutottam, és megállított az utcán, és hát elmondtam, hogy mi van, hogy vagyok, mint vagyok, és mondja, hogy Esztikém, hagyd ott ezt a dolgot, jelentkezte a pécsi főiskolára, rajszakra, oda fő fognak venni, jó rajztanár lesz belőled. És akkor így, az olyan mélyreható megszólítás volt, ez egy megszólítás volt. Az a megszólítás az, amikor az embernek lemegy, tehát a lelke mélyére lemegy valami, és azt nem engedi el. Hát én se engedtem el, úgyhogy végül is ott végeztem, és hát így tovább folytattam a pályát. A képei azok Bátaszéken sokfelé vannak, mert járta a falut a kis petyerkájával, és mindig nézelődött, hogy mi az, ami értékes számára, és leült és megfestegette. Kis Eszter egykori tanítványa elhatározta, hogy összegyűjti az alkotásait, és megpróbál egy állandó kiállítást létrehozni belőle. Pár évvel ezelőtt teljesen véletlenszerűen egy ószeres család, aki hagyatékokat, meg lebontott házakat vett meg, illetve abból hasznosítható dolgokat gyűjtött össze. Na, őnáluk találkoztam, csak úgy félredobva a Dezső bácsi egyik képével, és hát mivel rajzot tanítottam a fiatalembert, akkor így fölmutatta a képet, hogy hoppá, hogy hát mit szólok ehhez a képhez. Hát rögtön láttam, hogy Dezső bácsi, és hát oda került hozzám. És akkor úgy elszomorodtam, hogy hát hány ilyen képe lehet, ami úgy kikerül. És utána hallottam, hogy tényleg, hát istállóból vagy padlásról kerültek elő képei. Hát így is jött a gondolat, hogy azért tisztességes dolog lenne ezt úgy összegyűjtögetni. Találkoztam egy kedves ismerősömmel, akivel együtt jártunk rajszakörre Dezső bácsihoz, és ballagott itt a Szabadság utcán fölfelé. Azt leszálltam a bicikliről, kérdezem, hogy hát merre jársz erre, hát nem szoktunk mi itt találkozni. És akkor mondja, hogy hát nem voltam egy hagyatékot fölmérni, ő pedig restaurátor. És hát mint szakmabeli őt hívták meg az örökösök, hogy nézze meg, és mondja, hogy hát voltak sok értékes képek, és többek között Dezső bácsi képet is talált. Hát mondom, megint Dezső bácsi kép, és akkor volt igazából az érzésem, hogy na, akkor talán ez lenne az a pillanat, amikor el kellene indítani ezt a akciót, vagy nem tudom, minek nevezzem. A város önkormányzata helyet biztosít az állandó kiállításnak, már csak a képeket kellene összegyűjteni. Akinek van Dezső bácsitól, és meg tud válni tőle, tehát egy fölajánlást tud tenni, nem kis dolog, azt megköszönnénk. És hát bármikor láthatóvá tesszük a falunak a kiállító termében. A megnyitóra sokan fölajánlották, hogy odaadják a képet, de utána szeretnék visszatenni a falra. Tehát ez is járható út, és egy olyan járható utat is úgy átgondoltunk, hogy például
váltakozó képek. Az azt jelenti, hogy egy ideig, egy fél évig, hát ameddig megegyezünk a tulajdonossal, addig a kiállítás része az a kép, és akkor utána azt lecseréljük. És hogy milyen ember is volt ő? Nem lehetett úgy a faluba találkozni, hogy ne süvegelt volna meg valakit. Én voltam olyan szituba, hogy kellemetlenül éreztem magam, mint volt tanítványa, hogy nem tudtam előre köszönni neki, mert ő előre köszönt. Vagy amikor rajzszakkörön mindent oda tett nekünk, tehát mindent előteremtett. Mi csak úgy lazán oda mentünk, és leültünk, és elfogadtuk az ő adományát. És én utána mindig siettem a pályára, mert közben sportoltam is, és akkor mondta, hogy csak nyugodtan menjél, majd én elpakolok helyetted. Szóval ezek olyan dolgok, ami igazán szívbemarkoló.